Jó estét kívánok! Kezdjük is a nap hírét, és mutatom a ma esti vendégeket. Itt van velünk Vadai Ágnes, Harangozó Tamás és Nunkovics Tibor, és ha valaki lemaradt volna, mert hogy nem követi a parlament ülését, és még a híradónkban sem látta, akkor mutatunk egy felejthetetlen jelenetet így az adás elején a mai parlamenti vitáról, mert hát azért sokféle tárgy, meg sokféle demonstrációs eszköz volt már a parlamentben, de az, ami Varga Zoltán DK-s képviselő kezében volt ma, na az még nem. De szerintem önök pontosan tudják, hogyha azt mondom, hogy Szájer Józsefről volt szó, akkor tudják, hogy mi volt az a bizonyos tárgy, de most mutatjuk, és egy rövid összefoglaló is a parlamenti vitáról következik. Jöjjenek, nézzék meg, végezzék el azokat a tornagyakorlatokat, amit Brüsszelben már megismertünk. Eresz csatornával a kezében beszélt a parlamentben a DK-s Varga Zoltán. Ezzel utalt az ominózus csatornára, amelyen Szájer József próbált elmenekülni a drogos orgiáról. A volt fideszes Borkai Zsolt szexbotrányát is felidézve a politikus három szóval jellemezte a kormányt. Isten haza család, ugye? Maguknak, hát ne szórakozzanak már, maguk a 3K kormánya. Közpénz, kokain, k***k. Ez a maguk valósága. Ez van az önök zászlajára felvésve különben. A Fidesz alapító miatt az ellenzék élesen bírálta a jelenlegi keresztény konzervatív kurzust. Maguk papolnak 10 millió embernek itt keresztény elkölcsökről, amikor elfbarátaik luxusjakton prostituáltakkal hallgatják Fekete Pákót, vagy éppen drogos szexpartikon henteregnek és mesztelenül csúszkálnak Eresz csatornákon. A kormánypárti politikusok mindannyiszor ugyanazt mondták. A jobb oldallal szemben a bal oldal az, ahol nincsenek következmények. Azok után, hogy megtűrik soraik között a kokainos korrupcióval kérkedőket, az antiszemitákat, azok után, hogy az ország képébe hazudtak, hazudott ön is a statisztikákkal kapcsolatban, azok után, hogy kamu mentősöket emlegetett az ország házában is, semmilyen alapjuk arra, hogy erkölcsi ügyekben bárkit számon kérjenek. Azt hiszem, hogy egységnyi idő alatt ennyiszer a parlamentben nem hangzott el a prostituált meg a drog kifejezés. Ez azért nem jó. Tehát, hogy nyilván az ellenzéki politikusok meg az ellenzéki szavazók ilyenkor mosolyognak meg somolyognak, de azért úgy alapvetően, ha a színvonalat nézzük, akkor ennek azért nem örülhetünk, nem? Abszolút, de hát a Fidesz kivívta magának a sorsot, tehát egy olyan prominens ember, aki 30 éve tagja a mostani kormányzó pártnak, és tényleg egy ilyen mintapéldája volt a Fidesznek, és mindig előtérben volt Orbán Viktorhoz, mindig közel állt, és ugye a Fidesz az, aki mindig papol ezekről a dolgokról, csak hát ugye bort isznak és vizet prédikálnak, tehát itt ez a legnagyobb probléma, hogy nem az, hogy valakinek milyen az irányultsága, hanem az, hogy teljesen ellentétét csinálja annak, mint amit egyébként magáról a nagy nyilvánosság előtt vallani szokott. Tehát ennek most ez lett a következménye, hogy a mai parlamenti viták azok nagy részben erről szóltak. És hát szerintem fognak is még szólni, mert hogy az elmúlt 10 évben a Fidesz oldaláról mindig az erkölcsi nemzeti fölényeskedő hozzáállás volt az, amit tapasztaltunk. Tehát ők voltak azok, akik a nemzetiek, ők voltak azok, akik a keresztények, akik minden erkölcsi szabálynak megfelelnek, és aztán bebizonyosodott, hogy ez nincsen így. Egyébként én alapvetően azt gondolom, hogy nyilván a képviselők is emberek, ne értse félre senki, tehát senki nem tökéletes, nem ez a probléma. Az volt ezzel az egész üggyel, és már korábban a Borkai üggyel, és sok-sok más üggyel a probléma, hogy valóban 10 millió ember számára alkotnak betarthatatlan szabályokat egy olyan világról, amit ők elképzelnek a fejükbe, de ők maguk sem tartják be. Tehát én azt gondolom, hogy itt az erkölcsi fölényeskedés, a lenézés, ami mindent mindenkinél jobban tudunk, és mi majd megmondjuk, hogy mi a magatartási szabály, amit neked be kell tartani, magyar állampolgár, szerintem az ütött itt most vissza, és fog folyamatosan visszaütni a Fideszre. Hát és ha már parlament, tehát nyilván nem jók ezek a szavak a parlamentben, és van, akit talán el is riasztanak, van, aki meg szerintem nem is kevés millió ember ebbe az országba, aki még hasonlóan gondolkozik, és kellő, hogy mondjam, indulat is van benne. Leginkább azok, akiknek ez a kormány, meg ez a politikai csapat az elmúlt 10 évben, vagy az elmúlt 30 évben kézzelfogható károkat is okozott, miközben papolt mindenféle mást. És ne felejtsük el, hogy Szájer József ről eddig annyit tudtunk itt Magyarországon, hogy ő az az ember, aki egy iPad-en, egy vonaton ülve megírta a Fidesz házirendjét,
éppen alaptörvénynek hívják, de mégiscsak azt a dokumentumot, amit aztán egy pártként a Fidesz elfogadott a parlamentbe, de jelen pillanatban mindenkinek azt szerint kell valóban élnie az életét, és aki többek között a preambulumba a nagy keresztény éveket is beleírogatta. Tehát az álszentségnek és a hazugságnak a mintapéldánya ez. De ezek nem csak elvi kérdések. Hát ebben az országban nagyon sok embert egzisztenciájában, emberi méltóságában, munkával kapcsolatos, vagy éppen megélhetésével kapcsolatos dolgaiban porigalázott ez a kormány az elmúlt években. Nagyon-nagyon sokat tudnék mondani, azt hiszem, hogy estig itt ülnénk, de szerintem mindenki érti az indulatokat ezek után. Hogyan reagálhat erre a Fidesz? Ugye most mindenki parlamenti képviselő itt, és ugye azt tudom, hogy le van osztva most a járvány miatt, hogy azért nem mindenki jár be, mert hogy vigyáznak egymásra, hogy ne legyen nagy tumultus, de valahogy be lehet lőni, hogy ez mennyire ütötte meg a Fideszt így informálisan a színfalak mögött? De engem kevésbé érdekel, hogy a Fideszt mennyire ütötte meg őszintén. Szóval azért a magyar társadalomnak egy részét biztosan megütötte. Tehát bennünket, hát maga az eset, az ERSZ-szel együtt, az nyilván bennünket is megüt, mert azért ilyet nem nagyon látunk minden nap, de az, hogy mennyire álszentek, mennyire hazugak, mi ezt eddig is tudtuk. És a mi szavazóink, akik mögöttünk állnak, nagyon sokan, ők azért pont, amit a Tamás mondott, a mindennapi életükbe tapasztalják ezt. Ez leginkább azokat üthette meg szerintem választóként, akik az elmúlt 10 évüket erre a keresztény erkölcsi világra építették föl, amit a Fidesz minden nap belehazudott az arcukba. Minden áldott nap. Tehát az, hogy a fideszes politikusoknak mennyire kell szenvedniük az ülésteremben, az engem kevéssé érdekel. De azt például elvárnám a miniszterelnöktől, hogy ennél egy picivel többet mondjon, mint amit mondott. Sőt, amit igazán elvárnék, hogy a köztársasági elnök, aki elvileg mindannyiunk köztársasági elnöke, most már végre a családi gazdaságokon kívül szólaljon meg ezekben az ügyekben is, és adjon, ha van neki erkölcsi iránymutatása, ebben a konkrét ügyben is valamit mondjon a magyaroknak. Mennyire lehet ezt az ügyet ráhúzni a Fideszre? Mert hogy mindenki minden pártban tud mondani olyan ügyet, ami a pártnak kínos volt, volt Simon Gábor ügy, volt áramlapásos ügy, volt zsidózós történet, minden pártban vannak olyan ügyek, ami kínos az adott pártra. Szóval, hogy lehet-e azt mondani, hogy akkor ez a Fidesz? Miközben tudjuk, hogy ez az ember hibázott, ez meg ez. Szerintem ami nagyon fontos, hogy Szájer József a Fidesz egyik alapítója. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy valaki csatlakozott ehhez a párthoz, pláne nem mondjuk, amikor már kormányon voltak, és mondjuk abban a sorban áll, ahol a nagy tuszkulcsokat, meg az óriási házakat, meg a helikopterjegyeket osztogatják egymás között, hanem ő az első perctől kezdve ott volt, rengeteg fénykép van, egyik-másik kifejezetten mulatságos, ahogy még akkor Soros ösztöndíjas diákként a fiúk meg akarták váltani a világot. Megtudtuk a magyar nemzetből, hogy egyébként a Fidesz köre 30 éve tudja, hogy Szájer József meleg, amivel egyébként semmi gond nincsen. De a Fidesz szűk köre, meg az alapítók körében például van egy ember, úgy hívják, hogy Orbán Viktor, aki jelenleg ennek az országnak már jó ideje a miniszterelnöke. És a dolog azért érdekes, mert ezek szerint, vagy hát azt mutatja be, hogy itt nem csak hogy megbotlásról van szó, hanem egy tudatosan eltitkolt, egyébként az, amit eddig elmondtunk, folyamatosan végtudatosan hazugozó politikáról van szó, és egyébként a miniszterelnökre személy szerint is visszaszáll, meg visszahullik. Az meg a konkrét ügyről, amit itt előadtak az első napokban, hogy erről senki nem tudott, a Fidesz arra büszke, hogy ő a világ egyik legkeményebb kezű kormánya, meg kormányzása alatt itt aztán csendrend fegyelem van. Bárki elhiszi ebbe az országba, hogy péntek estétől hétfő estig a magyar kormány egyetlen egy tagja, például Szijjártó Péter, a hírszerzést felügyelő miniszter, a sajtóból tudta meg, hogy Orbán Viktor miniszterelnök ezen nem volt tisztában már a hétvégén. És ez is miért érdekes? Mert egyik hazugságra a másikat adták válaszul, és azt gondolom, hogy ezt viszont nem az ellenzéki szavazóknak kell különösebben meg szívlelni, vagy odafigyelni rá, mert mi azt gondolom, tisztában vagyunk a képességeikkel. A fideszes szavazóknak ez egy nagyon nagy érvágás, hogy egyszerűen összeomlik egy legyen. Ugye, ha megtudták, akkor az egy elég magas labda volt, amivel megköszönték Szájer József munkáját, mondván, hogy mennyire döntő szerepe volt a keresztény értékek védelmében. Na igen, és itt pont ez a kérdés, tehát, hogy
Ugye pénteken volt, történt ez a botrány, vasárnap jelentette be Szájer József a lemondását, megköszönte neki a Fidesz, majd ugye kedden jelent meg a nemzetközi sajtóban, hogy mi is történt pontosan, és hogy mi volt ez a lemondás. Tehát, hogy ott vagy Szájer József hazudott akkor, amikor a lemondását megindokolta, vagy ugye Orbán Viktorék már eleve tudtak róla, hogy miért fog történni ez a lemondás, mégis megköszönték neki az eddigi munkáját, és egyébként tovább haladva ezen a vonalon, tehát ha jól olvastuk a nemzetközi sajtóban, vannak itt még magyar érintettek, vannak olyan politikusok, akik még jártak ebbe a budiba, vagy az ilyen budiba, tehát még azért csontvázak dőlhetnek ki a szekrényből, és biztos vagyok benne, hogy azért páram most recegnek a Fidesz élmezőnyében, de egyébként a saját táboruk egy részének ez biztos, hogy óriási csalódás. Tehát, hogy ezt megtudni olyanokról, akiktől mást várt volna az ember, én ebben biztos vagyok, hogy vannak közöttük csalódottak, és az európai szintéren viszont komoly pozíciókat veszthet a Fidesz, hiszen ő volt az, Orbán Viktorék azok, akik most ugye a keresztény ideológiák és konzervatív ideológiák mentén próbálják az erőket gyűjteni, és minél több pártot majd leszalámizni a néppártból. Hát most azért sokan el fognak tőlük fordulni, az biztos, és a néppárti pozíciójuk az még rosszabb lesz, mint volt. Egy szempontot tennék még hozzá ahhoz, amit elhangzott. Valóban mindannyiunk pártjába, közösségébe előfordult már botlás. Ezt nem lehet tagadni, és nem is kell tagadni. Nyilván mindenki levonta belőle a konzekvenciát. A különbség azonban az ellenzéki pártok és a Fidesz között alapvetően az, hogy én nem emlékszem arra, hogy a DK vagy bármelyik ellenzéki párt meg akarta volna mondani a magyaroknak, hogy mi az egyetlen helyes út, ahogy magyarként Magyarországon lehet élni. Ez egy nagyon nagy különbség. És azért mondom, hogy a bukás az nem a konkrét eset, vagy a konkrét cselekedet miatt van, hanem amiatt a 10 év miatt, vagy 14 év, vagy 30 év, ahogy beszélhetünk, bár azért az elején még inkább, hogy mondjam, szabad liberális gondolkodásúak voltak a fideszesek, hanem pont azért, mert nem hallgatunk mást, nem csak a parlamentben, hanem minden egyes felszólás, akkor a miniszterelnöknek és a fideszes kormánytagoknak, KDNP szeretném, ne hagyjuk ki őket, tehát a Fidesz-KDNP képviselőinek arról szól, hogy mi az egyetlen helyes út, amivel te magyarrá válhatsz Magyarországon, mi az egyetlen erkölcsös keresztény út, miközben mi azt mondjuk, hogy szerintünk nem ez a lényeg. Folytatjuk egy másik témával, mert ugye sokan vártak arra, hogy akkor az első környi szigorítás után, ami egy hónapig tartott, most hogy dönt az operatív törzs, és mi lesz a bejelentés, és ez ma délután meg is született. Idézzük most Orbán Viktor Facebook oldaláról. A jelenlegi kijárási tilalom és szigorú intézkedések január 11-éig, tehát további egy hónapig érvényben maradnak. Ez azt jelenti, hogy este 8 és reggel 5 óra között továbbra is kijárási tilalom van. Hogy szenteste tehetünk-e kivételt, amit mindannyian szeretnénk, azt majd csak december 21-én dönthetjük el az akkori állapotok ismeretében. Biztosan mondhatom azonban, hogy nem lesz kivétel december 31-én, a szilveszteri bulikat és utcabálokat idén nem lehet megtartani. Digitális oktatás után jönnek majd a digitális szilveszteri bulik, ilyen mindenféle online platformokon, így már látom magam előtt. Nem olyan rossz. Nem, én már kipróbáltam, hogy tényleg vicces, tehát, hogy mindenki beül a gép elé, aztán... És beszélget, igen. De ez így rendben van, nem? Nem, szerintem a vérlázító az, ami nem hangzott el. Tehát itt az ellenzéki pártok és a demokratikus koalíció a járvány kezdete óta arról beszél, hogy tömeges tesztelésre és kontaktkutatásra van szükség. Két héttel ezelőtt a parlamentben elmondtuk azt, hogy karácsony előtt tömeges és ingyenes tesztelésre lenne szükség azért, hogy lehetőség legyen, hogy a családok találkozni tudjanak egymással. Mert legalább egy negatív teszt birtokában, ami azért nem olcsó, mert egy-egy ilyen teszt azért olyan 3000 forint, a legolcsóbb is 3000 forint. És erről egyáltalán nem beszél a miniszterelnök, azt mondja majd december 21-én történik valami, és akkor fölteszem a kérdést, hogy akkor addig mi van? Akkor hogyan tudnak tervezni az itthon lakó magyarok, tehát a Magyarország területén lakó magyarok, azok, akik külföldön dolgoznak, és miért nincs olyan terv, ugye ez a nemzeti pandémiás terv, ami egyébként volt a mi időnkben, tehát a mi kormányzásunk alatt volt, csak nyáron sem, hogy mondjam, újította meg a kormány,
Úgy, mint például Németországban, ahol előre megmondták, hogy milyen, mi várható, hogy most öten találkozhatnak, most majd akkor karácsonykor tizen. Erre lehet azt mondani, hogy ezt mindig aktuálisan akkor tudjuk, nem, amikor a német, ott tartunk. Nem, a német kormány előzetesen megmondja ezt. Ráadásul azt azért tisztázzuk. Ugye Tamás, harangozó Tamás képviselőtársammal együtt ott ültünk az operatív törzs meghallgatáson a Honvédelmi és Rendészeti Bizottságban, és bocsánat, de úgy tűnt, mintha amatőrök üldögéltek volna velünk szembe. Tehát akkor konkrétan rákérdeztem arra például, hogy a kaszinók miért lehetnek nyitva, akkor erre az volt a válasz, hogy a kaszinók, hát mi erről nem beszélgettünk az operatív törzsülésnek. Érdeklődni szeretnék, hogy miről beszélgetnek. És az is kiderült nagyjából, hogy hát ők igazából nem döntéshozók, tesznek valami javaslatot, aztán vagy megfogadja a kormány, vagy nem. Tehát egészen elképesztő, ahogy a számok alakulnak, ahogy utólag azokat módosítják. Például azt nem tudjuk, hogy most a mostani tudósok azok milyen számok alapján tanácsolták azt a miniszterelnöknek, hogy legyen, tartsa ezt a szigorítást, mert amit viszont látunk, az egy a koronavírus.gov.hu oldalon, ami az egyetlen hivatalos forrás, ott össze-vissza vannak a számok, és még napon belül is módosulnak. Abszolút, tehát én megmondom őszintén, hogy azt látom, hogy halványlila gőzük sincs, hogy mit csináljanak. Tehát, mert tavasszal tudták, hogy jön a második hullám, mégsem tudtunk rá felkészülni, illetve mégsem tudott rá az Orbán kormány megfelelően felkészülni. Látjuk ezeket a brutális számokat nap mint nap, hogy most már ugye 5000 fölött van bőven az elhunytaknak a száma, 6000 fölött. A fertőzöttek is egy elég brutális szám, a napi fertőzés szám, ugye 5 és 6000 között mozog általában. Tehát ha tudtuk, hogy jön a második hullám, akkor arra miért nem tudtunk érdemben felkészülni? Miért nincs arra stratégiánk? Az nem stratégia, hogy látjuk a napi adatokat, és akkor annak függvényében döntünk. Tehát könyörgöm, vannak olyan szakemberek, tudom, hogy vannak olyan szakemberek Magyarországon, akik ezt elmondják a kormánynak is, hogy mit kellene csinálni a következő egy hónapban, két hónapban, három hónapban, de nyilván ezeket látjuk, hogy nem fogadják meg ezeket a javaslatokat, hiszen ha megfogadnák, akkor mondjuk azt csinálnánk, mint az Egyesült Királyságban, ahol december 2-től feloldás van. Ott azért érezték azt, hogy kicsit korábban, már karácsony előtt inkább beszigorítottak. Mi laborunk is. Igen, igen. Tehát ott más helyeken sokkal korábban. Most megcsinálták ezt egy hónappal ezelőtt, és most kezdik a... Igen. És tesztelnek. Ez, ami most van, ez nem szigorítás. Az, amit most fönn tartanak, ez, hogy este 8 és reggel 5 között nincs bulikázás. Legyünk őszinték, ez alapvetően nem változtat semmin. Amilyen számokat mondtak, hogy rendben van-e bármi? Napi 180 halott, az rendben van, az belefér, az tervezett, az még jól van. Én nem értem, néha tényleg csodálkozom ezen az országon, hogy egyáltalán ilyen dolgok fölmerülnek, semmi nincsen rendben. A kórházakban el vannak dugva, ott küzdenek az emberek életéért nap mint nap, semmi, és egyébként dőlnek ki, semmi nincsen rendben. Ha most összeengedjük az embereket egy karácsony érdekében, akkor annak januárban további halálos áldozatai tömegei lehetnek az árai. Szerintem egy felelős kormánynak ezt kéne figyelembe venni, és jó lett volna, hallottunk volna valamit az általános 100%-os táppénzről, és egyéb más olyan kérdésekről, még az emberek megélhetését segíti, ezekről sem hallottunk ma semmit. És még nem tudjuk a nézőink véleményét a mostani szigorítás fenntartásról. Most reklám, az alatt szavazzanak, és utána mutatom a végeredményt, és jövünk vissza a második részre. Folytatjuk is a nap hírét Vadai Ágnessel, Nunkovics Tiborral és Harangozó Tamással, és ugye az első részt ott hagytuk abba, hogy beszélgettünk arról, hogy akkor január 11-ig marad ez a szigor a járvánnyal kapcsolatban, és kérdeztük erről az önök véleményét, és hát 68%-ban egyetértenek azzal, hogy ne legyen enyhítés, 32%-a mondja ezt a nézőinknek, hogy nem, ez így nagyon durva, és itt a reklámmal is beszélgettünk, és akkor az merült föl, hogy hát lehet, hogy 21-e előtt még ez esetleg a Fidesz megméri azt, hogy mi a közhangulat, és ennek fényében dől el, hogy majd milyen körülmények között karácsonyozhatunk, de hát ez tényleg majd csak valószínűleg valamikor karácsony előtt fog kiderülni. Most folytatjuk a NAB grafikonjával, mert hogy az M4 egy nagyon érdekes összegzést tett közzé, aminek az a lényege, hogy megnézték a magyar közlöny alapján, hogy az ott megjelent átcsoportosítások így a pandémia idején hogy néztek ki, és mely területek kaptak plusz pénzt, és hát lehet, hogy aki most
most így a Holdról jött és nézi a naphírét, ez meglepődött, de szerintem a mi nézőink többségét azért az nem lepi meg, hogy egy ilyen arányt sikerült az M4-nak találnia. 140,2 milliárd forint jutott sportra, a létesítményfejlesztésekre, és 50,7 milliárd egészségügyre. Hát így kérdezhetnénk, hogy ezt így hogy? Azért a kettő közé beférne még egy oszlop 100 milliárd az egyházaknak. Az M4 azt is megnézte. Igen. Hát szerintem ez itt a nemzeti kormány teljesítménye, és ez ugye ez március óta, tehát igen. Ez az első hullám óta. Ezt jelenti nekik, az, így kell költeni szerintük akkor, hogyha egy járványhelyzet van, egy világjárvány van. És hogyha még hozzátennénk még egy oszlopot, hogy mennyi pénzt kaptak a magyar polgárok segítségképpen a magyar kormánytól, szerintem valószínűleg az egészségügy, vagy még annál az alatti oszlop lenne. Igen, kéne még az elejére egy nagy vonal. Az a gazdaságvédelmi alap ugye 900 milliárddal hozták létre, azt azóta kiürült egy hónap alatt, most már háromszor költötték el. Úgyhogy ez egy felülről nyitott alapnak hívják, tehát ha elfogy belőle a pénz, akkor raknak bele máshonnan a tartalékba, vagy bárhonnan. 3000 milliárd forintot költöttek el tavasz óta. Abból jutott 50 az egészségügyre, és itt szerintem még észfeszejtőbb az, hogy milyen számokról beszélünk, mert egyébként azt a maradék nem bántó 2500 milliárdot valamire elszórták, egyébként többek között multinacionális cégek támogatására, de hogy ebből a magyar emberek akár a táppénz formájában, akár a bértámogatás formájában, akár bármi másban, ez már iszonyatosan sok pénz. Tehát, hogy ezt már megérezhette volna az egész ország. Kettő, ne felejtsük, hogy van ott egy 300 milliárdos tétel, ami lélegeztető gépeket sikerült vásárolni, 18 ezer darabot. Amiből ma már tudjuk, hogy a 2500 intenzív ágy, amit föl tudtak állítani, ez is duplája annak, ami békeidőben van, ez tény és való. Ennek a felállításához 1000 darab új lélegeztető gépet állítottak hadrendbe, ahogy mostanában szokták mondani. Tehát ott marad ez a nem sértő, nem bántó 17 ezer darab lélegeztető gép 300 milliárd forintért. Gondoljanak bele, hogy mit lehetne a magyar egészségügyben, mit lehetett volna a magyar egészségügyben abból a 300 milliárd forintból ténylegesen felújítani, rendbe rakni, beszerezni, megfizetni akár a munkatársakat, akár eszközöket. És egy utolsó pont ehhez a lélegeztetőgéphez, ugye most derül ki, hogy szerette volna a kormány ebbe az uniós nagy raktárba, közös uniós ilyen tartalékkészletnek elsütni ezt a lélegeztetőgépet, nem sikerült, mert talán a felét se adná az unió közbeszerzési árként annak, amennyiért ők megvették, tehát itt elképesztő. Most már a vakcinával kell boltolni, nem a lélegeztetőgépet. Egyébként szerintem ez a grafikon önmagáért beszél, tehát ha valaki ránéz, akkor elborzadt tőle, hogy mit lát rajta, hogy 50 milliárdot költeni egészségügyre, míg majdnem háromszor annyit költenek a sportra, ahelyett, hogy mondjuk tényleg a bértámogatásra költöttek volna, vagy akár a szabadságoknak a kipótlására. Nem véletlen, hogy én a mai napon benyújtottam egy javaslatot, ami, ha minden jól megy, ha a fideszes bizottsági tagok úgy döntenek, akkor holnap a Vállalkozás Fejlesztési Bizottságban reggel vitázhatunk róla, és ez a javaslat az, hogy december 24 és december 31 között a munkanapokat, azokat nyilvánítsák munkaszüneti, államilag fizetett munkaszüneti nappá, ugyanis tavasz óta az emberek jelentős részének, a magyar dolgozók jelentős részének a szabadságai elfogytak, nincsenek. És decemberben a többségnek nem 20, meg 23 ledolgozott napja lesz, hanem 10 vagy 12. Januárban olyan kevés bért fognak kapni ezek az emberek, hogy tényleg nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, és például ebből a 140 milliárdból ezt igenis ki lehetett volna pótolni. A sok milliárdos kérdés az, hogy miért? Hogy miért nem adta oda, hogyha ezek szerint volt a büdzsében pénz, ezekre a célokra a kormány. Ugye ez most már olyan értelme történelmietlen, hogy ugye van egy olyan megfejtés, szóbeszéd, hogy ugye az első hullámra nagyon készültek, hogy ott nagyon nagy baj lesz, és nem lett. És ezért mondta azt Orbán Viktor, hogy jó, akkor innentől kezdve a gazdaság a prioritás, nem az egészségügy, mert ott viszont nagyon sokat lehet veszíteni, és ezért nem csoportosított át pénzt az egészségügybe. Na de most viszont látszik, hogy kéne. Miért nem teszi ezt meg most? De hát honnan lehet nagyot lopni? Tehát ezt a kérdést kell föltenni. Tehát, hogy nem látunk egy olyan átcsoportosítást, amit ugye bérről beszéltünk, a bértámogatást. Abból nem lehet lopni.
Az egészségügyből úgy általában, amely tényleg most már a végét járja, azt látjuk, onnan most már nagyon nehéz. Lélegeztetőgépből lehet, sportberuházásokból lehet, szerintem egyébként a legnagyobb grafikon az a Lölő és társai oszlop, na onnan sokat lehet. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy nem azt nézte a kormány, hogy mi lenne az olyan plusz kiadás, vagy átcsoportosítás, ami hasznos lenne a magyar társadalom tagjainak, a magyar polgároknak, hanem azt nézte, hogy mi az, ahol ők még több pénzt össze tudnak szedni saját maguknak. Tipikusan ilyen láttuk az összes sportberuházás, ahol a legtöbb stadion vagy sportlétesítmény indult 20 milliárdról, és akkor a vége lett nem tudom én 100 milliárd. Oké, de közben folyamatosan, nem nagyon, de folyamatosan csökken a Fidesz támogatottsága. És nyilván ez mind közre játszik. De ez nem így működik. Tehát most tényleg nagyon rossz a helyzet. Emberek meghalnak. Azt mondta Orbán, mindenkit meggyógyítanak, 6000 fölött járt a halottak száma. Azt mondta, mindenkinek lesz munkája, nincs így. Azt mondta, minden rendben lesz, nincs így. Ne gondolja senki ezt, hogy a Fidesznek az ostoba, tényleg idióta szövege mindig azt mondja, hogy az ellenzék a vírusnak szorkol. Nem igaz. Nem igaz. Mi azt szeretnénk, hogy visszatérjen az ország a normális kerékvágásba, meggyógyuljanak tényleg az emberek olyan körülmények között, vége legyen ennek az egész vírus mizériának. Engem nem érdekel, hogy a Fidesz népszerűsége hogyan változik. Én azt akarom, hogy az emberek végre normálisan élhessenek újra. És azért vagyok iszonyatosan mérges Orbánra, meg az egész bandájára, mert nem ezzel foglalkoznak, mert ahogy ön is mondta, majd megmérik, hogy mi lesz karácsonykor. Nem azzal foglalkoznak, hogy mi lenne a jó ennek az országnak, hanem hogy mi a jó a Fidesznek. És ez a felháborító. Azért szeptemberre mégiscsak úgy fordultunk, hogy a Fidesz népszerűsége teljesen helyreállt. Tehát kiaktogták magukat, kipihenték magukat, az emberek egy kicsit felszabadultak, nyilván mindenki bolcsizott, bulikázott. Ahogy szokott, és úgy futottunk ennek az ősznek neki, vagy futottak ennek az ősznek neki, hogy egyébként a politikai népszerűségen nem volt problémájuk. Úgy nézett ki, hogy minden rendben van, eldöntötték, hogy a gazdaság lesz az első, az egészségügyen nem foglalkoznak, és egyébként ezt látjuk ebben a diagramban, azt gondolom, ami egy kifejezetten káros és kártékony stratégia volt. Egy gond van a végén, tehát hogy most a sportra mennyi megy, mennyi nem, sikerül-e még valahova kijutnunk, vagy nem, az egy dolog. A másik diagramnak a végén meg sajnos egész más számok vannak. És én nagyon-nagyon mérges voltam a Müller Ceciliára, amikor azzal zárta a bizottsági meghallgatásunkkor, hogy minden döntésünket időben a járványügyi görbének megfelelően legjobbkor hoztuk. Igen, napi 180 halott. Az jókor hozott olyan döntés, ami tervezetten frankón van. Valaki fölfogja már ebbe az országba, hogy ez a száma 180-i volt két nappal ezelőtt, vagy tegnap előtt is, meg 190. Amikor Olaszországban drámai számok vannak, 990 halott, valaki szorozza már be 6-tal a mi számainkat, mert annyian élnek Olaszországban. Durvább a helyzet a Magyarországon, mint Olaszországban. Lépjünk tovább, ezeket a kérdéseket azt gondolom. Már a bejátszót kihagyjuk, csak hogy beszélgetni is tudjunk arról, hogy akkor most hogy is áll a magyar-lengyel vétó. De ne ezzel kezdjük, hanem azzal, hogy kijött ma az a hír is, hogy a politikus szerint Orbán Viktor Európa negyedik legbefolyásosabb embere, de ez olyan túl sok örömre azért nem adok ott az indoklás szerint, mert hogy azt írják, hogy az elmúlt egy évtizedben a két lépést előre, egy lépést hátra technikával a magyar miniszterelnök lebontotta az ország demokratikus intézményrendszerét és illiberális demokráciát épített, és az pedig a Népszava híre, hogy holnapig kaptunk haladékot, hogy akkor most eldöntsük, hogy vétó, nem vétó. És nagyon-nagyon sokan tiltakoznak. A legnevesebb magyar közgazdászok, a varsói főpolgármester Karácsony Gergellyel együtt kéri azt, hogy ha mégis lesz vétó és nem kapunk uniós pénzt, akkor közvetlenül az önkormányzatokhoz jusson. Lengyelország ugye már elbizonytalanod, de Orbán Viktor semmi jelét nem mutatja annak, hogy visszakozna. Fog? Én inkább a politikót szeretném kommentálni, mert hogy Orbán, tehát hogy ez kétes hírnév. Szóval Orbán Viktor leginkább olyan, mint az a rokon, aki mégiscsak Marika néni és Pista bácsi unokatestvérének a kisfia, hát aranyos volt kiskorába, oda kell engednünk az asztalhoz, meg kell hívnunk a vasárnapi ebédre, pedig előre tudjuk, hogy konkrétan föl fog borogatni mindent, csámcsogni fog az asztalnál, büfögni is fog, és a végén még be is szól mindenkinek, leginkább a vendéglátónak. Szóval én azt gondolom, hogy a miniszterelnöknek figyelembe kell venni azt, hogy ebben az országban a magyar polgárok 85%-a
százaléka támogatja Magyarország Európai Uniós csatlakozását. Sokkal rémisztőbb volt a péntek interjúja, amikor már kvázi arról beszélt a miniszterelnök, hogy itt aki az Európai Unión kívüli élet az milyen előnyökkel jár. Én nagyon óvatos lennék az ő helyében az ilyen mondatokkal, mert az ő vétólépése és korábbi Európai Unióval kapcsolatos lépése is abba az irányba mutatnak, hogy a végén ő nem riad meg attól, hogy Magyarországot kivezesse az Európai Unióból. Hát ugye Jakab Péter pont ezt vizionálta a mai közös ellenzéki sajtótájékoztatón. Abszolút, szerintem egyre jobban benne van a pakliban ez a lépés, és bár nekünk is vannak kifogásaink az Európai Unió működésével kapcsolatban, egyébként szerintem mindenkinek, tehát az Európai Unió a jelenlegi rendszerében működhetne sokkal jobban, és Orbán Viktor lehet, hogy én el tudom képzelni, hogy a negyedik legbefolyásosabb ember volt. Hát voltak még hasonlóak egyébként a populisták között, csak aztán szépen lassan eltűntek a süllyesztőben, és pont a Szájer ügy az, amit szerintem Orbán Viktornak a megítélését nagyban rontani fogja, meg a Fidesz megítélését is Európában, és biztos, hogy később jövendőbeli partnerek tűntek el most mellőle, úgyhogy erről a ranglétráról biztos, hogy lejjebb fog ő csúszni. A másik pedig hát egyszerűen kénytelen lesz beadni a derekát és ezt az álszabadságharcot feladnia és beállni a sorba, hiszen itt most a magyaroknak a megélhetésével játszik, ha ebbe az egyezménybe nem megy bele. Kénytelen lesz? Szerintem, ha ő dönt, és ha nem lesz valami olyan kompromisszumos megoldás, amivel lengyeleket sikerül kicsavarni ebből a játékból, akkor vétózni fog. El fogja adósítani az országot, meg fogja finanszírozni belőle az uniós, vagy az országgyűlési kampányt, megpróbál mindenkit megvenni kilóra édesburgonyával, igazival, csekkel, meg nem tudom mik ezek a nyugdíjaszelvényekkel. És én nagyon remélem, hogy ha még így is lesz a 2022-es országgyűlési választások, azok egy kvázi népszavazás is lesz arról, hogy onnan már tényleg a következő lépése az lesz Orbán Viktornak, hogy kivigye ezt az országot az unióból, más megoldása nem lesz. És nagyon remélem, hogy fölébred az ország, és akkor ezt a kéziféket be fogja húzni. De ha engem azt kérdezed, hogy ma mi a legracionálisabb, vagy nem racionális, a legvalószínűbb Orbán Viktor fejével, akkor végig fog menni ezen a vétós történeten. Azért csinálták a kötvénykibocsátást 2-3 héttel ezelőtt, kipróbálták, tudnak pénzhez jutni, nem fogja őket érdekelni az ország érdeke. És az Unió látja annyira árnyaltan a helyzetet, hogy ugye most friss hír volt, hogy 249 magyar és lengyel önkormányzat tiltakozik, hogy közvetlenül kapjanak helyreállítási forrásokat, ha ez a verzió lesz, hogy ad az Unió közvetlen forrásokat az önkormányzatoknak? De már volt alkalom, mikor adott, tehát éppen itt ebben a stúdióban azt mondom, pont ezen a helyen mondtam már, hogy Óbuda önkormányzata kapott közvetlen Európai Uniós forrást, arról pont László Imre és Dobrev Klára számolt be, tehát Újbuda, tehát hogy volt ilyen, és nagyon reméljük, hogy lesz-e. De akkor meg kell teremteni az európai parlamenti képviselőinknek, közösen azon kell dolgozni, és ezen egyébként dolgoznak, ez jó hír, tehát minden EP képviselő azon dolgozik az ellenzék oldalon, hogy megteremtse annak lehetőségét, hogy intézményesen is működhessen ez a dolog. Mert hogy tegyük hozzá, hogy az uniós források nem csak az édesburgonyával, hanem a hazai és az uniós forrásoknak az osztogatásával, vagy fosztogatásával is megpróbálja egyébként befolyásolni a választásokat, mert nem az alapján adja a forrásokat, ahol valóban szükség lenne rá, hanem az alapján, akinek éppen kegyeltje. Láttuk ezt rengeteg választás során is. Igen, én is elképzelhetőnek tartom, hogy lesz majd egy ilyen metódus. Nyilván ez az európai nagypolitikán is múlik, de ahogy elhangzott azért az ellenzéki EP képviselők ezen kőkeményen dolgoznak. És én egyébként el tudom képzelni azt, hogy ugyanazt a trükköt fogják eljátszani, mint amikor felfüggesztették az európai néppártos tagságukat, hogy itthon elhintik a győzelmet, de valójában vesztettek. Köszönöm szépen, ennyi jutott mára, de holnap is lesz napire, most pedig jön majd a híradó, aztán az egyenes beszéd Róna Jegonnal. Tartsanak velünk, szép estét!